keeping it real, you know what I'm saying? Boom. Üdvözlök mindenkit, ismételten Car Mechanic Simulator, kattintjuk az emelőt, már is neki fogunk a kék verdánk szanaszétverésében. Azt mondja, laprugós hátsó tengely, szóval tablecsó, alkatrészbolt és laprugós. Egyetlen egy 600, ismétlem, 6-os százas dolláros cuckerály van. Továbbá a laprugókat sikerült nem szétcseszerinteni, mondjuk két utóból nehéz is volt 4 laprugóból 2-t megmenteni, illetve hát javítani, mint hogy romoljon. Ide kellenek a kis persejek. Haha, beszoptad, ennyi, kész. Véletlenül az előző videóban vettem 4 kis persejt normál helyett, és most meg ugye pont jól jön, mert kell. Úgyhogy így nem költöttem gyakorlatilag feleslegesen el azt a pénzt. Na, azt mondja, már is első hátsó, na, szóval az első probléma a hátsó lengéscsillapító B kísérelése. Azt mondja, hátsó leng, és ugye 8-at veszünk, mert 12 darab kell, és abból 2-t fogunk beszerelni. Ilyen cuccot van, ilyen cuccunk van, ebből is 4-ből sikerült 2-t megjavítani, ami jó. Ez ilyen feles arány. Ilyet vettem 12.313 darabot, mert azt hittem, hogy az nekem jó. És kereket rakhatunk is rá, opcionális alkatrészként. Egy másikat. És ezen swapolva van a tire? Igen, ezen most más kerek van. Itt van Gecin egy kipufogó. Na, akkor... benzintank, tartály, cucc, nem tudom, mindenki össze-vissza hívja, én üzemanyagtartálynak, tanktartálynak, vagy benzintartálynak hívom. A benzintartály elég bénen hangzik egyébként, úgy amúgy mellesleg, de az legyen az egyéni szociális problemisztikám. Ne akarnál csavarokat adni, vagy lopni. Jó, fékpofa, abból is vettem 12 darabot, mert azt hittem, hogy majd 32 kell lesz. Aztán 4 darab kell. De ilyen kerekünk honnan az anyámból van? Opciális alkatrészként felrakhatom a másik kocsi kerekét is. De egyébként tök jó, hogy azt nem értem, hogy fönn van 3 kerék. Tudom, hogy lehetne olyan kocsit csinálni, ami mind a 4 kerék különböző, csak hogy ki az a hülye, aki olyan autót venne, aminek minden kereke különböző. Szóval üzemanyagtartály, na itt üzemanyagtartálynak van hívva. Üzem. Anyag. És valószínű pumpa is kell lesz, mert az olyan alkatrész, ami állandóan tönkre megy, és hát igen, és megjavítottuk a padnál. Jó, aztán most, hogy a hátsó felfüggesztés ép és egészséges, van itt nekünk kipufogó hátsó dob V8 OHV, yeah! Olyan neve van, hogy befosolna, az viszont a Performance Shop. Kipuffantó, hol van? Kipuffantó. És azt mondja... wow! OHV. Szóval figyeld a trükköt. Ugye maga a kipufogó rendszer nem króm. De ugye azt kit érdekel, hogy nem króm a kipufogó rendszer, ha a vége króm. Mert hogy az amúgy nem króm, azt hiszem. De mindjárt megnézzük. Igen, azért nincs hang, mert nincs hang. Szóval a középső kipufogó dob T betű, és visszamegyünk a rendes alkatrészbolthoz, kipuffantó. És az a középső kipufogó dob, tehát hogy itt van, hogy OHV, de vége krómos, bocsánat, én kérek elnézést. Azt mondja, a középső kipufogó dob. Veszünk 12 darabot. Fölrakjuk. Jó. Azt mondja, a váltó komplet cucc, minden ott kész van. Jó. 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 Ez ilyen gyökérül néz ki egyébként felemelve. Amúgy meg ki se ér odáig a kipufogó, tehát hogy én nem is tudom, mi a szart akarok.
Ez így gyökérül néz ki. De hát akkor ezt is le kéne cserélni, tehát hogy mindent le kéne cserélni Chrome-ra. Majd a másik kocsinál minden Chrome lesz. Ott se ér ki a kipufogó, lemerem fogadni, úgyhogy tök mindegy. Meg így néz ki, tehát hogy igazániból ezek nagyon gyengén néznek ki ezek a kipufogók, ezek nincs rendesen megcsinálva. Kicsit látszik a játékon, hogy ilyen elemekből összekattingatták bazeg a paintbe, hogy hova mi kerüljön, az kész, ennyi. Na, ilyenünk is van, aksink viszont nincs, úgyhogy többetű. És szerzünk egy aksit, minden tárgy, akkumulátor. Kár, hogy aksiból nem lehet nagyobbat venni bele, bármi a szarnak vennénk. Szóval O betű. It's done. Én kérek elnézést. Jó, akkor most viszont nyomunk egy M betűt. Bemozgatjuk a fűnyezőkamrába. Azt hát, hogy kész van mi. Újra fényezés gyári színnel. Autó fényezése, szeretnék, hogy ne szeretném. Na most visszamegyünk a műhajba. Tehát, hogy ez is így kurvára fehéren csillog most már. Ez is kurvára fehéren csillog. És ez meg látszik, hogy egy nagy lószar. Szóval... O betű. Egyre drágább a cucc. És akkor most mit tudunk vele kezdeni? Ugye a padok nem érdekelnek, garázsfestőkamra vizsgasor nem érdekel. Ez a mérőpad, ami baromi büdösen rohadtul hangos lesz. Na, így van, kora reggel kezdi. Hát, tuning nincs benne. Karburátor lószar. Kar... Azaz, karburátor tuning. Nem tudom, melyik a jobb. Előbb össze sikerült hozni plusz 7-et. What? Oh! Az igen, 599 róerő. Ez fontos volt. Na, de mit láttuk? Sikerült beállítani ezt a power cuccot, úgyhogy back to garage, ami nincs magyarosítva. De szépek voltak azok a látványelemek. Szóval... M betű. Jó, szóval ez gyakorlatilag kész van, O betű. Na. Tehát, hogy annyira nincs rányomva a tuning, szóval 12%. De az nem adott semmit a pénzhez, ki kell próbálni. Gyártelepi tesztpálya, és ez. Megyünk vele egy kört. És itt is vagyunk a cuccal. Azt mondja, kilépünk külső kamerába. És olyan indulásunk van, hogy befostam. Bazd meg. Szóval nem értem a problémát. Jó, nem tudom irányítani a kocsit, tehát hogy akkor erő van benne, hogy szétkapja az egész utat. Hova váltasz, bazd meg, össze-vissza, hülye gyerek? Nem tudom bevenni az utat. Vagy mi a meccs. Nem lehet végig csinálni. Lightning meg nem lehet mondani. Na mi az anyám van? Ez mi ez a oda-visszaváltás? Elég fos. Csak a gáz nyomom, én kérek elnézést. Csak egyedül a gázt.
Hát ez eszméletlen. Én nem tudom, mi történt a pályán, tehát hogy nem lehetett visszafogni az autókát, úgyhogy menjünk egy Speed Dragot. Azt is ki kell próbálni. Jó, szóval, hogyha megnyom a izét, akkor fogunk elindulni. P betűvel váltok föl, úgyhogy nyomassuk neki. Bazzeg, megy mint állat. Azt takarodj, 240! Hát hamarabb végigélek a pályát, mint hogy kimaxoljam, bazzeg. Takarodj, nem tudom mennyi volt a max, de hol mész? Azt kurva, azért az ment. 21,47 másodperc. Vagy 21,147 másodperc. 1000 méteren. Anyádék. Na szóval, hát az egész korrekt. Azt hiszem... 0-ról 100-ra volt a gyorsulás. 4 másodperc. Azért az még egy Ferrarit is odavert. Na, menjünk vissza a műhelybe. Szóval, nem tudom, ki fogja megvenni ezt a kocsit, de hogy az első kanyar után halott lesz, az Hoziher. Szóval, full 100%, 100 000-et ér. Eladjuk. Rendítsek. És jött a terepjarasz, és őt meg movingoljuk az jobb emalóra. Na, kapjunk szét téged, te szarházi. Szóval kezdjük azzal, hogy szétkapjuk a kerekeket, mert az nem kell minek annyi. Szóval lebontjuk a Vernát, megjavítunk belőle, amit lehet. Meg minden, ilyen hasonló dolgok. Elő van a kormányzása, de ezt már mondtam, szerintem még amikor már múltkor használtam a járművet. Ne idegeskedjél, nincs semmi okod idegeskedni. Mi van egy csavar. Az old school Verde egyébként sokkal inkább performance tuning lesz, mert ott tényleg arra én fogom összerakni az egészet, és ez fontosabb. Fontos, nagyon fontos. Vagy gyakorlatilag ezeket úgy kikapodom, mint a rohadt élet. Látni szeretném, amit látni akarok. Mondjuk az jó dolog, de mit szeretnél látni? Kiló kenyeret távolszom fel, mert zsákumpit. Na, az, hogy szedjed le fel a kereket. Milyen vagány lenne, ha így lennének ezeknek a kerékleszedésnek, meg animáció így. Annyit látnál csak, hogy így a kereket így begurítja a sarokba, meg ilyen, tudod, ilyen pattog a gumin, meg ilyenek. Szerintem kurva nagy lenne. A Lucinko már megint alkot, többet akar, mint ami van. Ez van. Az az érzésem, hogy itt vannak jó alkatrészek, de ki nem szarja le, ha úgyis szétcseszi a pad. Mondjuk tök jó állapotban van, legalábbis annak tűnik. Ne idegeskedjél, olajteknőt nem szedjük le, mert olyan pocsolyát fog itt hagyni, hogy beszarsz. Egyébként olaj volt a kocsiban, mármint hogy a friss motorban adtak olajat rögtön hozzá. Milyen kedvesek. Ó, ezt szedjük le. Ugye mert swap motor volt, aztán a swap motornál ott minden megtörtént, aminek meg kellett volna történni, és nekem kellett volna csinálni. Szóval kicsit gáz volt, megijedtem tőle. Na, levennéd végre, léci. Nagyon köszönöm szépen. Már tényleg most nem látok semmit, mert minden fehér. Sárga inkább. De miért nem festettük át? Hülye, átfestetted. Jó, van. Ne idegeskedj. Ezek semmire nem tudok kattintani. Oda nem enged. Arra meg már nem érek el. Hó, ezt hogy csináltam? Jó. It's magic. Minden megy a kukába. Az
aztán minden jön vissza. Van az új Alcatrazből. Jó, a további problemi sticks az nem megoldható innen löntről. Még ezt a kis kulacsot le tudom venni. Szóval ugye a hátsó kerekeket kell kilopkodni. Ezeknek már vettünk kerekeket. Ez dob fékes, vagy mi a franc? Ez rendes fékes. Úristen, mi lesz itt? A végén még ezt is megjavítom. Na, szóval... Igen, ezt hamarabb megcsinálom, mint a másik kocsit, mert ugye egy csomó olyan alkatrészem van, ami az előző javításokból megmaradt. És most ezt itt valószínű föl fogom tudni használni. És ez ilyen előnyömre válik. Még ma most. Már leszedem a felfüggesztést, már mindent leszedek. De a kerék az még mindig rajta van a kocsin. Tehát hogy egy felfüggesztés nélkül oda van hegesztve. Ezt azért szedtem le, hogy leszedjem. Szóval... Igen, dolgozunk. Ennyi. Ilyen széthullik az egész verda. Ezekben jó dolgok vannak, beszarok. Mi az Isten van? Mit vettem én? Kész kocsit? Hiba volt. Szedjed céljel. Kész. It's done. Na, not. Not. Le kell öngödni. Olyan batárállat nem érem föl a motorter. Ja, ne, ó, hülye. Na, most csesztem el. Kell nekünk ez a kis lötyő cucc. Mert úgy kell nyomni, hogy használatba kell venni ezt a cuccot, és csak akkor működik az, hogy nem folyik mellé az olaj. Egyébként mellé folyatja, aztán ilyen pocsajába fogok tocsogni, mint a hülye gyerek. És ez kellemetlen, főleg amikor szeretnél szerelni. Ez az oda-vissza zoomolás, ezt egyébként ki lehet kapcsolni, csak hát akkor még ennyire se lenne élvezhető a játék. Csapágycsészék kín vannak. Miss Dömper, nyíljál ki. Így kivehetők a... ezek a kis... hengerfejek. Azt nem tudom, minek zártam le, nyisd ki vissza akkor, mindegy. Mert ezt lentről lehet kiszedni, nem is értem. Most ereszem le megint, mert most ezt nem lentről lehet kiszedni. Kilopták a motorot! Ne zárd már le! Helyes, a váltót is tett tönkre legközelebb létszi, mert nincs rá szükségünk egy váltós autóra, hülye vagy? Mire jó az? Elég jó százalékokra javítja most ezeket. Ez a higgadt mód, ez lehet, hogy jót tesz neki. Elbasztam. Vagy lehet, hogy csak most odafigyelek, hogy mi mennyire javult meg. Kezdődik. Kiestem a ritmusból. De mi az, hogy 80%-ról 90%-re javította meg? Takarodj már! Gyerek, visszaépítem a kocsit 3 perc alatt. Hát anyáddal szórakozzá. Már teszem is vissza bele a cuccokat.
Emeljed! Életbe is így menne, be is szarnák. Tehát, hogy nem kérnének el 300 ezeret egy autójavításért. Ha odaállok a padhoz, azt megjavul minden. Vagy tönkre megy. Ennyi. Van vagy 12 csapát chasing. Azt is belerakhatod, most már így nem látunk tőle, tök jó. És akkor dugattyú hajtókar. Olaj töknő. A töknő az azért nem megy föl, mert nem. Szóval az, hogy a T Super Tuning olaj lótúró van-e? Fékek nincs, futómű, motor, olaj lótúrótok van. Olaj szűrőre gondoltam egyébként. Ez most ugyanaz volt, amit az előbb megnyitottam. Ez meg most minden. Szóval igazándiból dugattyú hajtókarral annyira itt nem kéne performancolni, mert hogy minek. Viszont az itteni hajtókar az 225 dolcsi. Az itteni hajtókar az 80 dolcsi. Az én inventorimba meg van egy retek mennyiségű szemét. Nem volt sok egyébként, most elmondom. Majdnem 100%-osok vannak. Ami azt jelenti, hogy nem 100%-osok. Úgyhogy befosok. Ezek nem kellenek, szemetek, szemét. Ez nem 100%-os. Hát én eladom ezeket, érted? Veszek bele újat most ebből a pénzből. Mennyit kapok, érted? 46, már a fele meg van előlegezve. És ettől függetlenül lengés csillapítás. Ok sem kellenek, minek annyi? Kipufogókat nem lehet megjavítani, pedig nem lenne rossz, valami bádogosnak odaadnám, azt megcsinálná. Vagy én tudjam már mi a anyám van itten. Tényleg a komplet kipufogókat, azokat egyáltalán nem lehet megjavítani, és ez szomorú. Meg régen volt használt alkatrész vásárlás, azt oda mehettél a padhoz, azt bizgerélted azt is széjjel fele. Annak mondjuk sokkal jobban örültem, mert mindig vettem használt alkatrészt, azt ugye fél meg negyed áron volt, mint a rendes. És ugye azt megjavítani 100%-ra sokkal könnyebb volt, tehát sokkal nagyobb biznisz volt autót javítani, mert vettél vagy 6 alkatrészt, aztán sikerül, nem sikerül lapon megcsináltad. Ilyenünk nincs. Olyanunk van, van. Ilyenünk van, van. Ilyenünk van, nincs, anyád. Azt mondja, tengelycsonkház ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sok lesz. Inkább legyen kevesebb, mint sokkal több, mint amennyi. Azt mondja, futómű. És azt mondja, kell nekünk ci tengelycsonkház. Jó, hogy szét vannak hagyva, érted? Pedig ABC sorrendben van rendezve. Mindent értek. Szóval ilyenünkből van 12 darab. Mert hobbim, hogy gyűjtsem őket. És akkor ide is van 12 darab. És fölsünk meg egy darab van csak. Azt a retkes. Nem leszünk így jóba. Oda nincs. Itt sen. Itt nincsen. Ez azt hiszem hátulra is kell egy, úgyhogy egy kell lesz. Most ilyen alsós javítós témát tolunk, olyan nincs, de itt viszont ilyenünk van. Ez hátulra is kell lesz, vagy nem biztos, hogy pont ugyanez. Jó, fékünk sincs. Szóval, hogyha csináljuk meg az egyik oldalt, én azt mondom. Jó, azt mondja, itt vannak olyan alkatrészek, amiket be tudok tenni. Lengés csillapítás, azt mondja, az kellene nekünk, ez a kettősből kell kettő. Kormányművünk van. Gömbfejt eladtam, fejet legalábbis. A rudikat is eladtam, hol vannak a rudik? Valószínű rugók sincsenek. És ugye rugók sincsenek, igen.
Most kettőt, hármat vettem? Nem. Szerencse, hogy van nálam cseresznye. Azt mondja, ez mi a szar? Első-felső. Felső-első. What? Így a semmihez hozzáfogatjuk, ezt egyébként imádom. Ilyeneket én is tudnék csinálni, ilyen bűvészkedős. Azt mondja, B-típusú rút kell neki-e. Az a vicces, hogy A meg nincs, tehát hogy így B-típusú ez is. Bemész az alkatrész boltba. Halló, adjam a B-típusú lengés csillapítót. Hát de, what? Azt mondja, az majd a motornál jön alkatrész. Mi hiányzik? A fékek. Azt mondja, ilyen fékek. Kerektárcsánk van. Ilyenünk is van, mert ezeket sikerült megjavítani. Valaki ügyes volt, már előre gondolkodott. Jó, és akkor ez meg a kerékhajtó cucc, és ebből 4 darab kell, meg kell hátulra is, csak ne felejtsem el, hogy megvettem. Azt mondja, ez futóművén? Futóműnél van? Igen. 1, 2, 3, 4. És kell 4 gumiparcsaj, mert olyokat se vettem, és ez most éppen a pont megfelelő, ami nekünk számunkra kő. Figyelj, ma már rakhatok rá kereket. Mi a tészta van ezzel? Nem látom a másik cuccot. Ez azért szeretem, mert ugye két oldala az autónak szimmetrikus, ami hát logikus. Ú, megjavítottuk a kerekeket. Opcionál is felnik. El kéne őket adni a picskuba. Jó, szóval igazániból az első lengés csillapítás. Ez nem tudom miért az jött ki. Én lengés csillapítót akartam felszerelni. Első felfüggesztés dolog kezd összeállni egy kicsit. Fék kormány. Lengés csillapítók. Nem már most beárnyékol a kurva nagy kerék. Akkor itt van a... ez. Itt van ez is, kap egy kupakot. Rossz kerék. Így nem lehet kerekezni. Pakoljad bele! Jó zsír, első felfüggőzés megvan. A sondja. Ezt sikerült megcsinálni, ehhez jönnek laprugók, a laprugóhoz jön lefogató, a lefogató mellé jár két ilyen pálcika. Nem ilyen pálcikás ékrém, nem elnyalni, úgyhogy ezzel vigyázni. A sondja, jó, ez jön ide. Nincs megfelelő alkatrész, ha nem csodálom. Valaki szétbaszarintotta a padnál. És azt mondja, tébetű, akkor veszünk kis gumicspercelyeket. Ami itt van lent, kis gyanús, rohadék. Azt mondja, ez kell ide, meg a másik oldalra. Meg gondolom, akkor lengéscsillapításunk sincs. Lengéscsillapítónk sincs. Milyen típusú kell? Standard B. Standard B. Azt mondja, hátsó lengéscsillapítás B. És itt ugye nem kell lugó, mert laplugó van. Amit meg lehet egyébként javítani. Van egy 80%-os féktárcsánk, hát ez az a beszarsz kategória. Fékeknél legyünk. És nem lesz rá ilyen, de van, akkor jó. Ha van, akkor van. És what the fuck, merre kell tekerni? Opcionális választást kell ide tennünk. Azt mondja, azt hiszem a üzemanyag tartály az egy némileg szar. És
motornál van az üzemanyag tartály, vagy melyik kategóriában van az üzemanyag tartály? Mindjárt kiderül. Itt van. És biztos, hogy a pumpából van kettő, mert abból van, mindig van. És nem tudok feljebb menni, akkor innen nem látom, hogy hogy rakjam bele. Át tudok rá zoomolni, és akkor innentől már bele lehet szenvedni, értem. Jó, szóval akkor már csak annyi van hátra, mint amennyi előre. Szóval nem sok. Ez nincsen, ezt majd mindjárt veszünk. De ilyet vettem, úgyhogy most már ez van. Betesszük ezeket a cuccokat. És akkor ebből veszünk egy ilyet, hátsó tengelycsonkház. Azt mondja, fölfüggősztés. Futómű, hátsó tengelycsonkház. Az a bulin néz ki, hátsó dombfékes, nem? Hátsó tengelycsonk. CT type, cucc. A melyik? Ez hátsó lengőkaros tengelycsonk, nem? Hátsó tárcsafékes anyádér lépsz ki. Tengelycsonkház, what? Léci, kapd már a ripust. Lukas a belcseje, bele tudok nézni a csőbe. Na szóval, nem ez, T betű kell. Hátsó. Hátsó. Ez egy lengőkaros, nem? Á, ez kell, tárcsafékes tengelycsonkház. És akkor ugye ez sincs, ez meg mi az, hogy merevhidas lótúró. Nekem van olyan merevhidam, hogy beszarsz. Na, szóval, elég szexuális volt, bocsász. Szóval, erre jön egy féktárcsa, amiből van egy 82%-os, ami nem tudom, hogy a francba került hozzám. Nem, nem loptam el. Nem kell félni, rossz felnit fogtam meg. Itt érintőképenyő is lehetne játszani ezt a játékot, komolyan mondom. Szerintem még inkább agyfasz kapnék. Jó, hát a kerekek már rajta vannak az egyébként vagány Verdán így. Viszont nincsen több időnk hátra. Úgyhogy tegyünk rá valami vagány tire-t. Én ezt az offroad tire-t néztem ki, ez biztos valami nagyon vagány lesz. Kár, hogy nem 3D-s. De nézzük meg, offroad tire, nulla changing. Vagány, tényleg van egy ilyen kis kidudarodása, tök zsír. Úgyhogy offroad tire van most rajta, és a következő részben folytatom, még itt hiányzanak dolgok, mint a motor belőle, meg mondjuk a kipufogó rendszer, ezzel fogom folytatni tovább, köszönöm szépen a figyelmet, aztán ha tetszett a videó, és szeretnétek még több ilyet látni, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Ha pedig az előző részekre vagytok kíváncsiak, akkor tekintsétek meg a csatornát, ott mindegyiket megtaláljátok. Én köszönöm szépen a figyelmet, és szevasztok!